Keresztes Attila a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának volt tagja rendezte a Szamosparti Tália 2. március elejé bemutatóját. Csokonai Vitéz Mihály Karnyóné és a Két Szeleburdiak című tündérjátékát vitték színre bő másfél órás fergeteges tempójú vígjáték formájában. Adászáró riportunkban ízelítőt nyújtunk ebből az előadásból, és interjút láthatnak, hallhatnak a darab rendezőjével. Én mára ezennel búcsúzom is, de ne felejtsék el, hogy az Erdély Figyelő adásai várják Önöket a képernyők elé minden délután 4 és 5 óra között hétfőtől szombatig. Kultúra legközelebb egy hét múlva lesz. A viszontlátásra, figyeljenek ránk! Egy játékot játszunk ma el, mely célja tréfa és valóság. Szabad a tréfát hidegvérrel fogadni, de a valóságot megfontolás nélkül elbocsátani gondolkodó kötelességünk ellen vagyunk. Vígjátékot játszunk ma el, mert a tragédiának érettebb ideje a mi kultúrán rálicsának feljebb való fogánál. Az Isten adja, hogy a tökéletességnek ennek csekély próbatételével is szolgálhassunk. Ember! Jó estét! A szegény asszonyka vagy kell, vagy nem. Mindenhez támaszkodik. Ne hiszem bizony, nem a legényes feudál mesenkedem ám, nem. Istennel távol legyen tőle. Azt mondják, jó. Azt mondják, hogy a férfi csak anyicska legyen mi. És a férfi az a háznál, csak Isten áldásocskája. Férfi? Külle? Tiszt! Tiszt! Isten hozza! Majd kiugrom a bőröcskémből! Csak csendesen legyünk ráadásra, mint hal a marsában! Jaj, majd kiugrom a bőröcskémből! Nézze csak! Nézze Lázárocska! Jön! A lipiglottyocska! Jó, szegény férjem, drága férjem! Jaj, édes, drága jó férjem! Ha te most élnél, az Isten nyugodszon meg! Jó reggelt kívánok az asszonynak, én az asszonyt szeretem, csak azt sajnálom, hogy ilyen fénypetik való öltözete van, hogy a fénypetik szeretjük tisztelni, jó? Látszólag hálás feladat a Karnyónét színre vinni. Viszont a helyzet az, hogy nem könnyű feladat mégsem, ugyanis vannak olyan előképei, pontosan a kolozsvári színpadon színjátszás történetében, amik köteleznek erre arra. Ezek mennyire befolyásolták Önt? Mondjuk sajnos, de szerencsére én azt nem láthattam. Én csak a legendáját hallottam, ez a Báb Színházban egy híres előadás, amit még mai napig emlegetnek. Persze, hogy nem azzal kell versenyezni, hanem önmagunkkal. Itt maga Csokonai adja föl a labdát ezzel a igen nehezen érthető és mondható szöveggel, azért ez kifog a színészeken. De hát megküzdenek vele. Ugye, hogyha megfejtjük a helyzeteket mögötte, hogyha a szót cselekvéshez kötünk, akkor ez egy élvezhető, gyönyörű darab. Most már idegesített tartanák előbe gömbölni a
a kaput rökköd, hanem inkább hátul szökás. A bűnerben való hajfehérítés is kiment divatból, mintha drága a bűza, hanem inkább a fekete haj, a kirusz púder bélbe divatba, különben is a köröm sokkal olcsóbb, mint a búza. De hát azt a csizmát, fotoszni viszi a farkához, vagy mi? Járhatlan az ó, az új francia módiban. A lévődet, a kalapjukat a hónok alatt hozott hozzánk, és hajadon főt járnak. Nem most a párizsiak erre beállultak, már mesztelán járnak, és a csizmájukat csak így hordott hozzánk. Ne s mondok! A bécsiek a nyakukat csak az állati tekerik be, ez egy csekénység, ha bár a magyaroknak ez is sok. Milyen mértékben nyúltak hozzá az eredeti szöveghez? Ugye úgy a szövegbe írtunk vendégszövegeket, ami úgy kívánkozik. Tehát ez az egész egy ilyen mezitlábas diák humor szerű, ugye abból a célból is írt a Csokonai, tehát azért vettük a bátorságot, hogy ilyen kiszólások, a kortárs poénok, illetve ugye hát a helyzet komikum, ami ennek az egész történetnek az abszurditásából fakad, hogy így az egészet ebből próbáltuk összerakni. Csak bátran, elég nagy képű vagyok. Ez az én képem. Akkor reketje meg, hogy képen töröljem. Köszönöm. Most már képen vagyok? Régképpen. Jó, akkor képes lesz felfogni. Gondolja meg az úr, hogy én olyan viszonyos vagyok a 25 ezer forintok nyerességképe, mintha már tulajdonkép a figyelemben volna. Az úr szavával tudja, az úr. Gondolhatom, mert amely számokat feltettem, azokat úgy állottam meg, és az álom kifált kép a lottériában készülnek, csalhatatlan. Ezeket a számokat állottam meg. Állj! Zváj! Drei! Négy! Mert hogy ezt magyarul álmodtam meg. Fünf! Ein, zwei, drei, négy! Mert hogy ezt magyarul álmodtam meg, fünf! Kuriózus számok, szabadon hallanom az álmot, amiben ezek a számok bezsönnek. Lehetséges, te az álom nagyon feszegeti a kereteket! És azhoz nekem egy teljes, széles vászú, háromdimenziós képkifákás kell. Képes lesz felfogni! Incompetio, elmondtam! Talán úgy is értelmezhetjük, hogy hát a 18. század végi mondhatni iskoladráma, mert szinte olyan, tehát lényegében ebbe a műfajba sorolható be, ez most egy kis olyan posztmodernné vált az önök kezében. Igen, éppen amiatt a formai világ miatt, amit ma már így meg tudunk fogalmazni. Ez egy nagyon érdekes, hogy Csokonai maga a műfaját tündérjátéknak határozta meg, mivel hogy akkor ez volt az abszurd. Tehát, hogy ő valami megfoghatatlan, és ilyen a paradoxonok világát próbálta megírni, és ugye ezt mint tündérjáték műfajába sorolta. Jó,
Egy kicsit a szerkezetét is átalakították a darabnak, ha jól vettem észre. Igazán annyi, csak annyiban, hogy van egy út, ami a boltba vezet. Tehát, és ez az út a nézőtéren átmegy, és akkor ugye az a fajta találkozás, ahogyan ezek a karakterek vagy a színészek mint a saját nevükön, de a szereplő nevükön, tehát hogy így találkoznak, és vannak így a nézőtéren ilyen mókák, ami egy picit így lazítja ennek az egész merev formának a világát. Az a fény polom karmóni a bőrségig ellátott engem pénzzel, ruhával. Azt gondolta a fény panya, hogy én őtet szeretem. Pedig szereti a lütéc. Hiszen egyhitős a posta úttal. De komolyan, 1799-ben vagyunk, és 1799-ben Karmóni 60 éves. Még ennél az intézménynél is öregebb, mert 1799-ben ez az intézmény nem az épület, az intézmény. Hány éves? Aki tudja, nyer 70 jegyet a következő stúdió előadásra. Mert azzal a feltétellel, ha elhozza a nyugati rokonait és a lépcsőházat. Oké, előadás után a Filetmasternél jelentkezik. Pedig komolyan mondom, hogy Karnyónénak nincs annyi melegsége, mint a nyári kályhának. Igen, és hát ott van magának, Csokonainak a show műsora, ami pluszba bejön szintén. Mert én azt hiszem, hogy ez a Kuruzs, van egy ilyen szereplő ebben a darabban, hogy Kuruzs, aminek a... Hát ezt a fajta vajákosságát én kihúztam, és maradt egy költő, mint maga Csokonai, aki veszi a bátorságot és föllép a darabjában játszó színészekkel együtt. Igen, hát egy ilyen kis irodalmi és zenei csuda pillanat. Most ezeket ugye az eredeti szöveghez képest bejövő slusszpoéneket, kiszólásokat, beszólásokat, ezeket mennyire írták meg előre, vagy hagyott-e helyet az improvizációnak? Attól függ, tehát, hogy például a nézőkkel való kommunikációnak a 90%-át, 95%-át írtuk meg, de azért ugye az adódik abban a pillanatban a poén. A többit azt megírtuk előre, és számítottunk arra, hogy az pont úgy fog elsülni, ahogy annak ott el kell sülni. És ugyanakkor persze ugye a színészeknek a saját ötletei is bejöttek a képbe. Természetesen, tehát ez egy ilyen, ugye a szerkezetet, magát, a vázát hoztam én, és azon túl itt a színészekkel együtt gyúrtuk személyesre, tehát... Ön szerint mennyire sikerült beleélniük magukat ezekbe a szerepekbe? Hát ugye ez a bemutató volt, egy előadás igazán úgy az ötödik, hatodik előadás után lesz önmaga. Nagyon hiányzott az utolsó szereplő, a néző, tehát egy vígjátékhoz azért nagyon kell a néző. És én azt hiszem, hogy ez egy szép gömbölyű előadás lesz egy pár lefutott alkalom után. Mennyire van megelégedve a nézőközönség reagálásával? Teljes mértékben, tehát még így a ritmusából fakadóan néha a színpad elejtette azt az igényt, amit a nézőtér támasztott, tehát hogy akarták szeretni ezt a ma esti előadást, és igazán ezért hálásak is vagyunk. Milyen hosszú volt a próba folyama? Hát igazán egy hónap és pár nap,
Nem próbáltunk nagyon sokat, viszont nagyon derűsen próbáltunk. Tehát nagyon nem feszültünk neki, mert azért kell ehhez a könnyedség, amitől ez a dolog ilyen habos és önfelett lesz.